Tisztelt Esperes úr, kedves József atya! Templomunk búcsúját ünnepeljük, de engedd meg, hogy összekössük ezt a te kettős jubileumoddal. Hiszen 40 éve szenteltek pappá, és éppen 25 éve vagy Kartal plébánosa. Illő és méltó, hogy ezt itt mind és mindnyájan, mint egy nagy család, megünnepeljük. Dunakeszi, Kartal, Szolnok, Tiszakécske, Kecskemét után 1986-tól Kartal plébánosa vagy, sokan vannak itt, akiket te kereszteltél, te eskedtél. Hálás szívvel mondunk köszönetet a mindenhatónak, hogy jó pásztorként vezetted a rád bízottakat. Nem volt könnyű ez a 25 kartali év, de teljes volt. A lelkek ápolása mellett volt energiád és elszánt akaratod a templom bővítésére, az új templomhoz illő orgona megépítésére is. Úgy gondoljuk, hogy a legtöbbet és a legjobbat akkor tesszük veled, ha imádkozunk érted. Imádkozunk Liziői Kisszent Teréz misztikus, fennkölt, imádságos szavaival. Ó Jézusom, örök főpap, tartsd meg papjaidat szentséges szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. Őrizd meg szeplőtelennek felkent kezüket, melyek naponként érintik szentséges testedet. Őrizd meg tisztán ajkukat, melyek szentséges vérettől piroslanak. Őrizd tisztán az anyagiasságtól mentesen szívüket, melyek fennkölt papságot pecsétjét hordozzák. Növeld bennük az irántad való hűséget és szeretetet, és védd meg őket a világ fertőzésétől. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának erejével, a szívek átváltoztatásának erejét is. Áld meg munkájukat gazdag gyümölcsel, és add meg nekik egykor az örök élet koronáját. Az ima mellé fogadj el tőlünk egy ajándékot is. Most ugyancsak a fényképét adom át, mert egyrészt nagy is, súlyos is, nem akartuk ide behozni, meg egyébként még nincs is itt. Messziről érkezik, várhatóan szerdán fog ideérni. A hívek adományából egy komplex egészségjavító készüléket adunk neked ajándékba, aminek a jótékony hatását, reméljük, mi is érezni fogjuk. A kartali római katolikus egyházközség közösségén túl az egyházmegye főpásztorának jókívánságait is tolmácsolom. Püspök úr megbízott azzal, hogy a búcsúi nagymise közönsége előtt olvassam fel a hozzád írott levelét, és adjam át. Hallgassuk meg tehát ő eminenciája dr. Bér Miklós, váci megyés püspök üzenetét. Külön futár hozta, és olyan szép, hogy be is kereteztük. Rajta minden a püspöki pecsét, meg a felségjelek, meg ahogy illik. Főtisztelendő Esperes plébános úr, kedves József atya! Személyesen szerettelek volna köszönteni kettős jubileumod alkalmából, de sajnos csak így távolból tudok gondolni rád. A kartali híveit körében eltöltött 25 esztendőért és a váci egyházmegye szolgálatában vállalt 40 esztendőért mindnyájunk nevében szeretnék köszönetet mondani. Az Úristen meghívott a papi szolgálatra, amit te kezdettől fogva hűségesen vállaltál. Mindnyájan tisztelettel gondolunk arra az áldozatra, melyet betegségedben is hősiesen vállalsz. Mindkét évforduló alkalmat ad arra, hogy veled együtt a Jóistennek hálát adjunk, és kérjük számodra a Szentlélek Úristen megerősítő kegyelmét és a Szűzanya égi pártfogását. Védőszentednek, Szent Józsefnek példája szerint légy továbbra is híveidnek gondviselője.
A mai szent misénben külön is megemlékezem rólad, és így lélekben együtt leszünk ezen a kedves ünnepen. Paptestvéri szeretettel, Vác 2011. november 20-án, Miklós, püspök. A Kartalon eltöltött 25 éved meghatározó volt a hívek, de az egész falu számára is. Most megkérem Tóth Ilkó Mihály polgármester urat, hogy a 25 éven át végzett küzdelmes és áldozatos munkád elismeréséül adja át neked Kartal nagyközség díszpolgári címét és az azt igazoló okiratot. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki, amen! Tisztelettel köszöntöm a kartali híveket és a templomunkban jelenlévő kedves vendégeinket. Civil embereknek nagy megtiszteltetés, ha egy templom szentélyéből szónokolhatnak. Én ezt most még nagyobb értéknek veszem, hiszen Lukács József címeres esperes plébános urat kiemelkedő alkalomból köszönhetem. Az egyház részéről, a papi munkájáról sok szépet hallottunk. Én kicsit prózaibb dolgokkal említek, ami természetesen nem választható el a lelkészi szolgálattól. A hosszú Kartalon átélt nehézségek edzetté tették, és a betegsége ellenére sem kívánkozott kisebb településre, hanem türelmesen szolgált bennünket, keresztelt, esketett, ha valaki földi pályáját befejezte, temetett. Minden helyzetben oktatta a hit megismerésére és megvallására Kartal népét. Sajnos sok kollégámtól hallom a kesergést, nincs papunk. Azonban mi hálával mondhatjuk Kartalnak van, aki még szomszédos Verseget is ellátja. Viszonzásul a köszönetünken túl egy igen magas önkormányzati kitüntetéssel szeretnénk díjazni. Kartal lakossága nevében a képviselőtestület 2011 évben Lukács József címeres esperes plébános urat Kartal díszpolgára kitüntetésben részesítette. Boldog vagyok, hogy polgármesterként én adhatom ezt át az atyának. Kívánom, hogy jó egészségben legyen még plébánosunk sok-sok éven keresztül. Most pedig azok köszöntenek téged, akik az oltár szolgálatokán a legközelebb állnak hozzád. A minisztrások nevében fogad most a köszöntést. Kedves jubiláns József atya! Mi régi, új, volt és jelenlegi minisztrások, köszönjük neked mindazt a sok jót, amit az elmúlt évek alatt adtál. Kérjük a jó Istent, hogy adjon neked örömökben gazdag, jó egészségben megélt munkás éveket. Hogy együtt imádkozhassuk továbbra is, Isten, ki oltáros szolgálatával örvendeztettél meg bennünket, add, hogy szent jelenlétedben mindig megmaradjunk, Krisztus Urunk által. Szűz Mária, a papok édesanyja, és Viennai Szent János, a plébánosok védőszentje könyörögjén érted. Amen. Az ifjúság, a jövő nemzedék köszöntője következik. Hallgasd meg a hittanosokat! Kértem az Úrtól, ső nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és kaubákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat. Nagyon szép volt, adjátok. Most pedig hallgassuk meg az asszony kórus énekét. József atya, mindnyájan tiszta szívből gratulálunk, és erőt, egészséget kívánunk neked. József atya, Isten éltesse erőben, egészségben, még nagyon sokáig, hogy köztünk lehessen. És az asszonykórus nevébe fogadja ezt a kis ajándékot. Isten éltesse sokáig. Hálaadás napja ez az ünnep. Elsősorban a jó Istennek adok hálát, mert minden kegyelem tőle származik. És amiért külön is hálát adok Szent Pál apostol szavaival, Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, és kegyelme nem volt bennem hiába való. Bizonyíték rá a 40 esztendő. Ugyanakkor megköszönöm a püspökatyának is, hogy imádságos szeretettel gondol rám, és azért értékeli a lelkipásztori munkámat, és egyben megbecsülését fejezi ki a híveknek is, akik elfogadják ezt a szolgálatot. És harmadszor pedig köszönetet mondok mindannyiatoknak, hiszen hiába vagyok én, hiába mondanék, most ha hivatkozom az Úr Jézusra, ő is, amikor csodálatosan prédikált, ezrek mentek utána, szájtátva hallgatták, de hányan lettek a követői? A csodáit bámulták. De hányan tértek meg, és kötelezték el magukat, hogy ezentúl Krisztus követők, keresztények lesznek. Tehát hiába lenne minden Istentől kapott kegyelmi adományom, hiába lenne minden munkám, ha ti nem állnátok mellettem. Ha nem lennének olyanok, akik meghallgatják, be is fogadják, és segítők szívvel, segítőkészséggel odaállnak mellém. És ez nem csak a lelki dolgokra vonatkozik, hanem gondolok arra, hogy amit sikerült a 25 év alatt tenni, akár a templombővítés, orgona, festés, tetőcserék, plébánia felújítása, kántorház teljes felújítása, és sorolhatnám tovább, még föl se tudom sorolni a sok kis apró dolgokat. Nekem hiába lenne minden jó szándékom, elhatározásom, ha nem lennétek ti, akik anyagilag is, fizikai munkával is, és legfőképpen imádsággal támogatnátok. Tehát amikor köszönetet mondok
ebben a köszönetben benne vagytok mindannyian. És ha én megtisztelést kapok, akkor ez a megtisztelés most a tiétek is. Az önkormányzatnak is köszönöm ezt a nagy megtiszteltetést, mert azért nem kis dolog az, hogy egy községnek, egy község elismeri a lelkipásztort úgy, mint díszpolgárnak. Hát igyekszem továbbra is úgy dolgozni, hogy Kartel minden lakosságának javára váljék a szolgálatom. Annyit hagyd mondjak el, hogy most már hosszú idő óta minden áldott este, mielőtt lefekszem, megállok az ágyam mellett, és áldást kérek Istentől. Sorba szedem a drága bátyámat, az öcséimet, püspökatyát, paptestvéreket, és itt külön kiemelem közülük a betegeket, aztán általában a betegeket, akiket annyira szeretek és örömmel szívesen látogatok, és ők is olyan nagy örömmel várnak mindig, minden első csütörtökön, első pénteken. Aztán itt mindig áldást kérek az orvosokra, az ápolókra, és külön Karttal és Verseg minden lakójára. A mindenható Isten áldását kérem. Csak utána hajtom nyugovóra a fejemet. És úgy érzem, hogy amit én talán nem tudok megtenni, mert nincs hozzá erőm, képtelen vagyok rá, majd a Jóisten kegyelme pótolja. Hát ezzel mondok köszönetet Istennek is, és mindannyiatoknak is. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a Tehát. Testvéreim, mai búcsúi szentmisénket az édesanyákért ajánljuk fel. Ugye Szent Erzsébetet tiszteljük, mint templomunk védőszentjét, de a szentmisét Krisztus királyról végezzük, hiszen ne feledjük el, Szent Erzsébetben maga Krisztus király dicsőült meg, és ő minden szolgálatával, szeretett szolgálatával, élete odaadásával magát, Krisztus királyt dicsérte és szolgálta. Nem véletlen lesz a mai evangéliumban Jézusnak az utolsó ítéletkor mondott szava, hogy amit egyel is, egynek is tettetek kis testvéreim közül, azt nekem tettétek. Hát ő ezt tette, és így emlékezzünk a mai napra. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Jesus, 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 Jes
mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett fiadban a mindenség királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságából, fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él, és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme, magam keresem meg jóimat, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszélet juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és a sötétség napján szétszóródtak. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le őket, mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszélettet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött pedig őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket. Ami meg titeket illet, juhaim, mondja az Úr, az Isten, íme igazságot teszek a juhok között, a kosok és a bakok között. Ez az Isten igéje. Vigyorj, bolygók, Pannónia, mert Krisztus téged így szeret, zengjen a himnusz dallama, mondjál szíved bőnéneket, hiszen belőled származott Erzsébet édes asszonyunk, ki minden földi Krisztus jó Urunk, királyi házba küldetett, de Isten kedves várja lett, ezrek közül őt lelte s vezette így az égiket. Ámul míg a Türingia, természet rendje változik, sok fia, gyakran, ha ő imádkozik. Méltó dicséret állja őt, dicsérje szól és zengje dol, őt átfogunk az Úr előtt, mozgó imádságaival. Dicsérjük, várjuk az Atyát, Szentlélekkel egy fiat, hogy bűneink bocsánatát, megnyerjük s majd az éghonát. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg. S ha majd minden alá lesz vetve neki, maga a fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. Ez az Isten igéje.
Istennek. Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal a dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól, a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ti ennem adtatok, szomjas voltam, és ti innom adtatok, idegen voltam, és ti befogadtatok, ruhátlan voltam, és ti betakartatok, beteg voltam, és ti fölkerestetek, börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felelt, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz szól. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni. Szomjas voltam, és nem adtatok inni. Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Ruhátlan voltam, és nem takartatok be. Beteg voltam, és börtönben sínylődtem, s ti nem látogattatok meg engem. Erre ők is megkérdezik. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni? Idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre. Ő pedig ezt feleli majd nekik, bizony mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!
testvéreim, Krisztus király nélkülöző embertársaink személyében várja irgalmas szeretetünket. Kérjük kegyelmét, hogy megfeleljünk várakozásának. Add, Urunk, hogy egyházad példát adjon az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában. Add, Urunk, hogy az államférfiak mindent megtegyenek a szegénység és a nyomor megszüntetésére. Add, Urunk, hogy híveid irgalmas szeretettel ápolják a betegeket és gondozzák az öregeket. Add, Urunk, hogy a szomorkodókat megvigasztaljuk, a tanástalanokat és a tévelygőket pedig a helyes útra vezessük. Add, Urunk, hogy az utolsó ítéleten királyi jobbodon az áldottak között lehessünk. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a mindenség királya, hallgass meg esdeklő népedet, és áld meg örökségedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Vagy ő az Úr kezedül az áldozatot, nevének kérdésére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, felajánljuk neked ezt az engesztelő áldozatot, és könyörögve kérünk, hogy az egység és a béke ajándékát adja meg minden népnek, Szent Fiad, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teleketnel. Emeljük föl szívünket. Ölemeltük az Úrhoz.
adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az öröm olajával örök főpappá és a mindenség királyává kented, hogy a kereszt oltárán tökéletes engesztelő áldozatul felajánlja önmagát, és véghez vigye az emberek megváltásának szent művét. És miután hatalma alá vetett minden teremtményt, az örök és egyetemes országot, mérhetetlen fölségetnek átadja. Az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke. És ezért mi is, miként az angyalok és fő angyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Úrunk, és itt elhagyjuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert él az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség közénk mindenkor. Thank you.
az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy fejlék a lejjel, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ő lelkem. Thank you.
Hatalmasság eledelét magunkhoz véve, kérünk Istenünk, hogy mi, akik dicsőségünknek tartjuk azt, hogy Krisztust, a mindenség királyát szolgáljuk, a mennyek országában örökre vele éljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Jó Isten értessen minden Erzsébet nevű kedves testvérünket. Testvérek, a kántor úr belém folytotta a szót, mert nem mondtam, hogy egy pár szó csak ki fog belőlem gyűni, mert úgyse bírom ki, nem tudtam még, hogy meg tudok-e szólalni. Hát most szeretném egy pár gondolattal azért pótolni, hogy túl rövid legyen a búcsúi mise. Krisztus királyt és Szent Erzsébetet az elején kapcsolatba hoztam, mert Szent Erzsébet búcsú van, de Krisztus király ünnepe. Talán érdemes ezt a pár gondolatot mindannyiunknak megfontolnunk, és talán a saját életünkben is alkalmaznunk. Gondoljunk arra, hogy Krisztus királysága, az ő uralma, az ő hatalma, mikor bontakozott ki, mikor vált teljessé, mikor lett valóság. Nem akkor, amikor csodálatosan prédikált, és mint mondtam, ezrek tódultak hozzá, és követték mindenünnen, vagy amikor a csodáit látták, és magasztalták az Istent, és azt mondták, hogy ilyet még életükben nem láttak, ilyet még ember nem tett. Ott kezdődött Krisztus királynak az igazi hatalma megvalósulni, amikor emberi szempontból összeomlott, mint ember. Amikor elkezdődött számára a szenvedés, a megpróbáltatás, a kivettetés, a megaláztatás. És gondoljunk az, amikor elfogták előtte is, hogy ellenségeskedések, amikor elfogták, megkínozták, és végül kereszt halálra ítélték. Mikor lett ő győztes? Amikor emberileg mindent elveszített. A kereszten, amikor emberi látszatra a gonosz, a sátán győzött fölötte. És Krisztus király akkor lett igazi úr, mert benne az Isten, a szeretet győzött. Hiszen ne feledjük el, hogy pont ott a kereszten, ott mutatta meg legelőször az ő legnagyobb hatalmát, amiért eljött, hogy az Isten országát megnyissa az emberek előtt, és oda bevezesse. És ki volt az első? Egy gonosztevő, egy lator, aki vele együtt keresztre volt feszítve, az odafordult hozzá egy sóhajjal, Uram, emlékezzél meg rólam, ha országodba jössz. És Jézus kijelentette, ő, mint a győztes király, haldokolva, még ma velem leszel a paradicsomban. Szent Erzsébet életében talán egy kicsikét hasonlóan azért mondtam, hogy ő benne Krisztus király dicsőült meg. Mert a Szent Erzsébetnek az életét is
a szeretet irányította. A szeretet a világon a legnagyobb hatalom. Hiába gyűlölködés, hiába harag, az ellenségeskedés, minden más, amivel találkozunk, végül is mindig a szeretet fog győzni. Erzsébet már kicsin gyerekkorától kezdve elkötelezte magát teljesen Krisztusnak. És amikor Wartburg várába került, majd utána ott Lajosnak volt a jegyese, majd házastársa, boldog feleség és édesanya, aki 3 gyermeket szült. Azt mondjuk, hogy jó módban, jó létben élt, de a szeretet nem hagyta békén. Neki mindig, mindenütt valamilyen módon jót kellett tennie. A jó cselekedetek, amiket végzett ott, nyilván, hogy a körülötte lévő udvarnak kellemetlen volt, kínos volt. Úgy érezték, hogy Erzsébet szégyent hoz rájuk. Hát, hogy ő egy királylány, kimegy az egyszerű kunyhókba, viskókba, az ott lévő rongyos betegeket, szegényeket ápolni, mosdatni, etetni. Hát micsoda megaláztatás ez ő nekik. A jó cselekedeteiért, az adományaiért, hát a király az esküvői köpenyét eladta, anélkül esküdött, és érvényes volt az esküvő. Gondoljunk a mai mennyasszonyokra, azt se tudják, mit aggassanak magukra, alig tudnak bevonulni a nagy ráncos szoknyákba. Nem ez a lényege az esküvőnek. És amikor, ugye, mondanám azt, hogy még jó módban élt és adakozott, lehetne azt mondani, hogy hát igen, azért megtehette, ha nehéz körülmények között is, sok ellenséges intrikának kitéve a környezetétől, akkor is megtette, de még azt mondjuk, jó módban élt. Igen ám, csak hogy az ő számára is elkövetkezett az a kor, amikor ebből a jó módból kikerült. Férje halála után ott maradt 3 árva gyermekével. Kikerült a várból, Wartburg várából. Menekült, szállást keresett. Azok, akikkel annyi jót tett, nem merték befogadni, mert féltek az úrnő hatalmától. Végül egy kecske ólba húzódott meg a 3 gyermekével, és ott karácsony éjszakáján a ferences atyákkal a templomba Tedeumot énekeltetett, hálát adott az Istennek, hogy végre ő is átélheti azt, amit maga Jézus a maga szegénységében. De ott sem feledkezett meg arról, hogy pénze ugyan nem volt, de azért más módon megpróbált segíteni. Szerencsére a Jóisten a volt férjének ugye barátait előszedte, hogy így mondjam, akik aztán a törvény útján a jogos örökséget kiharcolták Erzsébetnek, akkor az első gondja az volt, hogy a 3 gyermeke neveltetését biztosítsa, utána pedig teljes szabadsággal mindenről lemondott. A császár ajánlatát, hogy a felesége legyen, lemondta. Megmaradt szegénységbe, minden vagyonát, pénzét a szegényekre, rászorultakra fordította. Templomot épített, kórházat épített, betegházakat épített, és nem csak, hogy az anyagi javait adta oda, hanem a saját szolgálatát. Ő maga ment és ápolta, szolgálta betegeket. Oly nagy volt benne az erő, a szeretetnek a hatalma, ami teljesen fölemésztette, úgyhogy 27 éves korában a Jóisten elszólította. De bebizonyította, hogy Krisztus királynak a példájára
mindig tudott jót tenni bármilyen körülmények között is. Talán egy kicsit a saját életünkre gondolunk, akkor ne gondoljuk, hogy mindig akkor tudunk legnagyobbakat tenni, amikor fiatalok vagyunk, erősek vagyunk, amikor csak úgy jön belőlünk a sok ötlet, sok minden. Magamra gondolok, 10-20 évvel ezelőtt, vagy 39 évvel ezelőtt, amikor itt voltam káplán, hát nem ilyen voltam, mint most, de nem tudom ugyanazt tenni. De teszem azt, amit bírok. Mert a szeretet arra indít, hogyha ott is van nekem is a betegségnek a keresztje, ami az egész életemben mindig végigkísért, ami sok mindenben megakadályoz. Sok mindent nem tudok megtenni, amit szeretnék. De én hiszem azt, hogy a Jóisten talán még ezt értékesebb ajándéknak fogadja, ezt a szolgálatot. Emlékezzetek csak rá, tavaly, mikor a beteg voltam és a kórházban voltam, az egész falu megmozdult. És nem csak azok, akik templomba járók. A nem templomba járóknak is megérintette a szívét. Érdeklődtek, kíváncsiskodtak. Sokan üzenték, hogy imádkoznak értem. A kerületnek a hívei, sőt, még érsekpatkertek máshogy, a templomba közösen imádkoztak. Tehát amikor van, amikor az ember talán pont akkor indítja meg legjobban az embereknek a szívét, amikor emberileg nem tud sokat nyújtani, mert a betegség, a kereszt egy kicsit visszatartja. Visszatérve, jövő vasárnap a Caritas céljára lesz az adakozás. Gondoljunk azokra, akik a katolikus Caritas intézmények szervezetten gondoskodnak a betegekről, szegényekről, rászorultakról. Az ő munkájukat segítjük az adományainkkal. Ők nem csak úgy egyszerűen, alkalomszerűen valami nagy dolgot tesznek, amit aztán újság, rádió, tévé állandóan ugye hirdet, hogy itt voltak, azok voltak itt, emezek, ezt csinálták, azt csinálták. Ők azt is teszik, de a mindennapokban ugyanúgy szükségük van ezeknek a rászorultaknak a segítésére. És ehhez pedig anyagi segítségre, támogatásra is szükség van. És azért mondtam az előbbi példát. Ne mondjuk azt, hogy jaj, nekünk kevés van, jaj, nekünk nincsen, mi is rászorulunk. Az ember a legnagyobb szegénységében, nyomorúságában, ínségében is, ha van benne szeretet, megtalálja a módját, hogy segítsen. Hát, kedves jó testvérek, ezzel a lelkülettel próbáljuk a saját életünket is nézni, alakítani, formálni, hogy a mi életünk is, a mi életünkben is maga Krisztus Király dicsőjön meg. Amen. Isten küzdesse meg.
Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. A mi Istenünk, a menny és föld Ura, aki a templom búcsújának ünnepén egybegyűjtött benneteket, árassza rajátok bőséges áldását a mennyből. Amen. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egy szülött fiában forjanak egyé. Amen. Engedje, hogy megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek az összes szentekkel, Árpádházi Szent Erzsébettel és magyar szentjeinkkel együtt a mennyei boldogságot. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hálája.